ismerem, hogy sokszor több az elképzelés, hiszen annyira jó ez az érzés. Tudod, néha az ember más utakon jár, és van, hogy néha elborul a határ. Ez a dal, ha tiéd, de te nem tudod azt, hogy régen bennem él. Gyere most ugyanúgy, te legyél, aki a szívem igény. Azon gondolkodom egyébként, hogy amikor te feltűntél annak idején sok-sok évvel ezelőtt abban a tehetségkutató műsorban, akkor ez a stílus, ez a zenei stílus, mintha elképzelhetetlen lett volna a te imidzseddel és a te szádból, a te hangoddal. Igen, valóban ez így van, mivel amikor én megjelentem a tehetségkutatóban, ez ennek már 10 éve igazából, akkor még a régebbi retro dalokat énekeltem. Páté Péter, Balázs Fecó. Balázs Fecó, igen. Kellemes, romantikus, szívhez szóló dalok. Igen, az örök zöld, ugye, akik megmaradnak. És hát ugye a klipet is, ahogy most nézzük, tehát ez már egy pop-rock stílus, és ez igazából azért jött így, mert a gitáros a zenekarban, tehát ketten írtuk ezt a dalt, ő írta a dalt, én meg a szöveget, és ő eléggé a rockos stílust képviseli. Vigyinszky Mátéről van szó, elnézést nem mondtam be. És én meg az ilyen poppos, melankolikus dalok állnak hozzám közelebb, és hát így ezt ötvöztük, hogy a rockot a poppal, és egy ilyen pop-rock szám lett belőle, azért mégis egy kicsit azért velem azonos legyen, mert azért én még mindig a szívem tált a lírai dalokhoz húz inkább. 10 évvel ezelőtt feltűntél abban a bizonyos tehetségkutató műsorban, aztán utána kicsit lehetett rólad hallani, az elmúlt 10 évben mi történt veled, hol voltál? Mindenfelé voltam. A műsor után valóban eltűntem, mivel sajnos a tehetségkutatók átka ez is, hogy az ember megjelenik, aztán eltűnik. Viszont 2016-ig igazából én még tehát iskolában voltam, tehát érettségiztem minden, de ugyanúgy a zene volt az én mindenem, tehát amennyire tudtam, jártam fellépni. És hát mondhat inkább 2016 óta, mondhatom azt, hogy jobban visszakerültem a köztudatba az internetnek köszönhetően, és hát azóta szerencsére nagyon sok felé eljuttam, mindenfelé, külföldre, a magyarokhoz énekelni, nagyon sok koncertem lehetett. Úgyhogy sok lehetőségem volt ebben a 10 évben, és én amennyire tudtam, próbáltam ezt kihasználni. Egy kézdi vásárhely is rász vagy, ha minden igaz, de már évek óta itt élsz Budapesten, vagy legalábbis itt Budapest vonzás körzetében valahol. Bizony, Szigetszent Miklóson. Tehát nekem eleve kézdi vásárhelyről eljönni, tehát egy erdély kisvárosból, mint feljönni Budapestre, ez egy hatalmas nagy dolog volt, és ennek 10 éven még nagyobb jelentősége volt így ezt így átélni az egészet. Említetted, hogy belevetetted magad a zeneiségbe, meg persze érettségiztél, és akkor van zenekarod, és születik, vagy megszületett a legújabb lemez, ami már majdnem megjelent, de egy kicsit csúszik, úgyhogy jön nem sokára. Na, mit tudjunk az új lemezről? Hát onnan kezdeném, hogy 2020, nem kell bemutassam az évet, mindenki ismeri. Megalakult az első zenekarom. Megismerkedtem nagyon jó zenész barátokkal, és hogy említettem is, Vigyinszky Máté a gitáros, akivel ketten eldöntöttük azt, hogy írunk egy lemeznyi anyagot. Tehát írunk egy 10 dalból álló lemezt, és hát ennek most jutott el a végső fázisa, tehát hogy a hétvégén meg fog jelenni, úgyhogy nagyon izgatottan várjuk, hogy hogy fog tetszeni a kedves közönségnek, mivel eleve közönség szponzorizációból jött létre, úgyhogy nagyon szépen köszönöm itt is mindenkinek, aki támogatta ezt a lemezt, hogy elkészüljön. És amit most is lehetett hallani, ez a lemezen az első dal, viszont mindenféle téma meg van benne fogalmazva, a szerelemtől egészen a hazaszeretetig. Megszületett tehát az első László Attila lemez, a legújabb László Attila lemez, és mindenféle téma meg van benne fogalmazva. Hogy születtek egyébként a dalok? Tehát, hogy neked vannak különböző dallamötletek a fejedben, vagy különböző szövegötletek a fejedben, vagy ez közös munka eredménye? Hát a közös munka eredménye az, hogy igazából megvolt hamarabb a dal, tehát, hogy én a dalra kellett írjak egy szöveget, hallgattam a dalt, és ahogy elképzeltem nyilván egy témát, tehát, és ez mindig változó, van, amikor egyből jön, tehát volt, hogy egy délután alatt megírtam a szöveget, volt, hogy egy hétig gondolkodtam rajta, hogy mi legyen, tehát ez az alkotói folyamat az annyira
kiszámíthatatlan. Pláne ezekben az időkben még nehezebb volt sajnos ez a bezártság, ez nem tett jót az alkotási folyamatnak. Hát kicsivel kevesebb a külső behatás, úgyhogy az ember nem biztos, hogy ugyanolyan gondolatokban dúskál, mint amit egyébként egy vírusmentes világban, amikor szerte össze-vissza lehet jönni menni a világban, akkor behatások érik, és akkor másfelé is gondolkodni. Nyilván akkor kicsit könnyebb gondolkodni, de ilyenkor, amikor az ember be van zárva, akkor ez úgy elveszik, tehát meg voltam én is ijedve, hogy most hogy mit fogok tudni, miről fogok tudni írni. Nyilván van olyan dal a lemezen, ami nyilván arról szól, hogy mennyire vágyok vissza a színpadra, ez az utolsó dal. De attól függetlenül próbáltam elvonatkoztatni a mostani helyzettől, és arra gondolni, hogy mi volt régen, és abban reménykedve, hogy mi lesz, és azokból már itten, ami eddig már megtörtént. Hát akkor most öröm van, boldogság van, megszületett az első lemez, és megyünk kifelé a harmadik hullámból, úgyhogy most jól vagy. Én most jól vagyok, és nagy reményekkel állok a nyár elé, úgyhogy remélhetőleg lesznek koncertek, mint szólóban, mint zenekarral, úgyhogy mindenképp megpróbálok, amennyire lehet pozitívan hozzáállni ez az egészhez. Így is kell. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot neked. Köszönöm szépen a meghívást, viszont kívánom.